Január 1-től működik a Paks és környéken hulladékgazdálkodási önkormányzati társulás településein, így Pakson is, az Európai Uniós pályázati támogatással megvalósított új hulladékgazdálkodási rendszer. Az új hulladéktörvény értelmében a teljesen új technológiával működő rendszer bevezetése miatt a pályázati és jogszabályi kötelezettségeknek eleget téve az önkormányzat felülvizsgálja a hulladékgazdálkodási rendeletét, a tervezet nyáron készült el. A jogszabályi változások a pályázati kötelezettségek mellett a rendelettervezet többek között tartalmazza az ingatlan tulajdonosok, ingatlan használók jogait, kötelezettségeit, a közszolgáltató feladatait, elérhetőségeit, a közszolgáltatás tartalmát, a kommunális szelektív hulladékgyűjtés és szállítás rendjét és módját, a gyűjtőedényzetek rendeltetésszerű használatát, a hulladékgyűjtő szigetek helyét, a közszolgáltatási díj megállapításra vonatkozó előírásokat, a közszolgáltatás szüneteltetésének a lehetőségeit. Emellett például a hulladékudvarban átvehető hulladékok jegyzékét és minden a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos fogalom meghatározását is tartalmazza a tervezet. Az új helyi hulladékgazdálkodási rendeletet a társulás mind a 7 településén elkészítik, lényeges tartalmi elemeiben egységesen. A képviselőtestületi üléseken történő tárgyalás és elfogadás előtt a hulladékgazdálkodásban érintettek a lakosság, a gazdálkodó szervezetek, a civil környezetvédelemmel foglalkozó szervezetek véleményezhetik a hulladékgazdálkodási rendelet tervezetet. Ez a rendelettervezet megtalálható Paks város honlapján, illetve a paksi polgármesteri hivatal földszinti hirdetőtábláján és a 315-ös irodában nálam is. A véleményeket írásban szeptember 23-a és október 25-e között várják. A lakosság és a civilek mellett egyéb szervezetek is áttekintik a tervezetet, így a képviselőtestületek várhatóan az év végén döntenek a helyi rendeletek módosításáról.